Ezek a fotók január 29-én a sár bereknél készültek. Három idősebb kis hattyú úszkál a vizen. Lokális és országos jelentőségű a megfigyelés. Hazánkban ugyan előfordul az Eurázsia északi területein költő madár, de ez volt az első zalai észlelése ennek a fajnak. Gál Szabolcs kapta lencse végre őket. Jó eséllyel már Zala-megyében is fordulhattak meg egyedei, de eddig még senki nem észlelte őket, legalábbis tudomásunk szerint. Ugye ennél a fajnál egészen pontosan tudjuk, hogy hány magyar észlelés van, hány magyar hitelesített észlelés van, mert ez egy olyan faj, ami olyan ritkaságnak számít, amit még egy bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy, 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 hogy hiteles legyen az adat. Ez ugye ebben az esetben nem feltétlenül kérdéses így, hogy készültek róla a fotók, meg azért többen is láthatták őket. A Zalaegerszegi madarász ugyan ezen a napon a Zalavári gáton is megfordult. Itt nagy tömegben úszkáló, illetve jégen pihenő vadludakat fedezett fel. Mivel hosszú időn átnyugalomban voltak, megszámolta a csapatot. A 9500 nagylilik és 400 nyári lud mellett két apácsarudat, két vörös ásorudat és egy vörös nyakú ludat is megfigyelt. Utóbbiak Skandináviából és Szibériából jöhettek a Kisbalatonhoz. Ezek a madarak előfordulnak hazánkban, az a ritkaság, hogy ennyiféle fajt együtt figyeltek meg a madarászok. A Kisbalaton madárvilága nemzetközi szinten is kiemelkedik. A Kisbalaton, Balaton ugye mozaikussága, meg vizes élőhelye lévén rendkívül gazdag a madárvilága. 110, kb. 110 madárfajt tartanak nyilván, amely itt fészkel a területen. Nyilván ez a szám így vonulási időszakban megnövekszik, meg ugye vannak olyan madarak, amelyek telelő területeként használják a Kis Balatont, úgyhogy ez a szám az itt megfigyelt madaraknak a száma ilyen 200-260-ra is emelkedhet, ben, ugye most már benne van a kis hattyú is. A Kisbalaton a madarászok paradicsoma, 1979 óta a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Élőhelyek Egyezménye által jegyzett terület. A madárvilág egyik legismertebb szereplői a gémfélék, köztük a természetvédelem címer madaraként elhíresült nagy kócsag. A terület élővilágát bárki megcsodálhatja. Márciustól a Kis Balaton látogatóközpontból ismét elindulnak a szárazföldi és vízi túrák.